Ma kezdődik a parlamentben a 750 milliárdos adócsökkentési törvényjavaslat vitája. Amennyiben elfogadja az országgyűlés, 2022-ben Magyarország történetének legnagyobb adócsökkentését hajthatjuk végre, a korábban már elfogadott döntésekkel együtt, összesen 1500 milliárd forint értékben. Nézzük ezeket tételesen. Először is, a jövő év elején majdnem 2 millió gyermeket nevelő szülőnek adja vissza a kormány az idén befizetett adót, így a családok összességében 600 milliárd forinthoz jutnak. Másodszorban, a 25 év alattiak adómentessége 140 milliárd forintot hagy a fiataloknál. Harmadrészt, a kormány vállalta, hogy amennyiben a munkáltatók 200 ezer forintra emelik a minimálbért, csökkenti a munkát terhelő adókat. A kormány betartva a megállapodás ráeső részét 750 milliárd forintos adócsökkentésről döntött. A munkáltatói adók 4% ponttal mérséklődnek, a kisvállalati adó pedig 1% ponttal csökken, és továbbra is legfeljebb 1% lehet a kisvállalkozások iparűzési adója. Bízom abban, hogy a 750 milliárd forintnyi adócsökkentésről szóló törvényjavaslatot minden képviselőtársam megszavazza, ugyanis az adók csökkentése teszi lehetővé a magasabb minimálbér kigazdálkodását a magyar vállalkozások számára.